ez egy telep, ami közel másfél percen keresztül lövi a lövedékeket, és ez ilyen 80-90 méter magasságú fölövi az atmoszférába, és ott szépen szétteríti. Hatalmas volt a választék tűzjátékból ennél a szekszárdi árusnál szilveszter előtt. Az eladó azt mondta, egyre többet költünk szilveszterkor tűzjátékra. Az 1000 forintos terméktől a 20 000 forintos termékig majd, hogy nem mindent visznek, tehát nincs az belőve, hogy 5-6 ezer forintokat költenek el. Úgy gondolom, hogy a szilveszterre az emberek nem sajnálják a pénzt, főleg pirotechnikai eszközökben. Ezáltal nálunk is mindenféle termék megtalálható. Jellemzően az 1500-2000 forintos termékek fognak a leginkább, és főleg a telepek. A tűzijátékok eladására, tartására és felhasználására is szigorú szabályok vonatkoznak. Egy tavaly hatályba lépett változás szerint például még az árusok sem tarthatnak éles eszközöket az eladó térben. Azok az eszközök, amik esetlegesen megmaradnak, azokat az állampolgárok a forgalmazókhoz visszavihetik. Ezt még december 28-án nyilatkozta a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Ezek pedig már friss felvételek. A tűzijáték árusító pavilon még mindig áll ebben a szekszárdi parkolóban. Pénteken reggel ugyan nem volt ott senki, aki visszavette volna a fel nem használt eszközöket, ám telefonon elértük a cég vezetőjét. Ő azt mondta, az elmúlt évek tapasztalatai alapján szinte senki nem viszi vissza a tűzijátékot, mert annyit vesznek, amennyit az év utolsó éjjelén el is használnak. A törvény szerint egyébként az eladóknak szilveszter után nem is kell már a helyszínen lenniük, elég, ha ott hagynak egy telefonos elérhetőséget, ez pedig a szekszárdi árusnál is jól látható helyen fel volt ragasztva.